terítenék a harmadikát. Ha közel láthatnák bombázott magát. Egy kis torom nagyon őzült. Vendégem Szikora Robi. Szia Robi, köszöntelek a műsorban. Szia. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy belenéztem az Akusztik című műsorban, és még így is felrobbantottátok szerintem a színpadot. Nagyon jó hangulatú koncertet tartott. De komolyan mondom, pedig közönség sem volt, azért ez így zenészként gondolom azért egy keményebb falat, de mégis hogyan álltatok neki, hogy egy kicsit áthangszereljétek a dolgokat? Hát eleve avval hangszereled át, hogy nem megfelelő hangerő játszol. És hát meg kellett csinálni egy pár dalt, például én soha nem zongoráztam magyar televízióban, hogy egyedül zongorázom, de azt gondoltam, hogy eljött az ideje annak, hogy itt az Akusztikban, és akkor az Andikával játszunk egy dalt, egy olyan dalt, ami 2002-ben íródott, és annyira szívem csücske az a nóta, de hát nem jött be soha, nem is. Érdekes egyébként, megírtunk pár évvel ezelőtt egy számot, azt is az Andival nyomtam, a Budapest fölött a nap ma újra kisítét. Na majd beszélünk elmúltót Andival. Úgyhogy jó volt, de hát azt gondoltam, nekem már meglepetést nem okozhat semmi. Mert az életemben annyi különös fellépésem volt, az első fellépésem, amikor te még csak a túloldalomban, te még a gólya se gondolta, hogy elhoz ide a földre, az 67-ben szilveszterkor első zenekarommal, Rákos Peti bandámmal orosz kórházba játszottunk orosz katonáknak. Az mondjuk az nem semmi. Az nem. És hogy most ugorjak a történetben, a 70-es évek közepén a négy tagú Hungáriával, meg nem volt Rákendő Hungária, NDK-ba kerestünk a kenyerünknek a jó részét, és például játszottunk NDK katonáknak, laktanyákba. Úgyhogy ült 3000 katona, így vigyázzuk, és játszottak a Beatles-eket. Szóval, de ez nagyon muris volt a mostani, szóval az, hogy nincs közönség, az halál. Tehát, hogy nincs meg az a kommunikáció, hogy én csinálok valamit, akkor látom, hogy ez vissza most az a lány, kettő azt mondja, hogy szóval ez kell, ez a műfajhoz hozzátartozik. Neked mi volt most ezen a koncerten a kedvenc akusztikus feldolgozásod? Egyáltalán hogy áll az Ergónak ez a csendesebb hangzásvilág? Hát nehezen. Jól áll, hát ilyenkor kell azt mondani, nagyon jól áll. Nekünk minden jól áll, az Ergó, minden jól áll. A sikeremnek minden jól áll, de őszintén kell a közönség, és kell a hangerő, mert a műfajnak a sajátja a hangerő. Hát régen mikor vizsgázott a Hungária Együttes, régen még kellett vizsgálni, hogy kapjál ilyen jogosítványt arra, hogy érdemes és fölléphetsz te egy gázsért. Akkor olyan volt, hogy ott ült a zsűri, és akkor játszottunk, és azt mondta a zsűri, álljon meg. Azt mondja, maguk azért játszanak ilyen hangosan, hogy ne halljuk, hogy hamisan játszanak. Szóval ez volt. De hozzátartozik az, hogy megszólal a basszusköt, és akkor érezd a gyomrodban. Tóth Andi, itt már felvezetted az elején. Miért pont Tóth Andit választottad? Hiszen hát ő sem volt még gondolatban sem, amikor elkezdtetek tizenélni annak idején. Hogy miért őt választottad? Miért pont ő volt akkor a meghívott vendégelőadótok, Tóth Andi? Milyen volt vele a közös munka? Hát azért, mert 13 az X-faktorban, 13-ban a By the Way volt, és 14-ben pedig az Andikát. Én jelentkezett, és én elálltam a tehetségétől, a lazáságától, tehát ő született popstar. És akkor én megismertem, és akkor átadtam neki majdnem mindent, amit én az életemben megtanultam, az alatt a pár hónap alatt még föl kellett építeni. És olyan volt, mint a Szíva Csandi, hogy figyelte, hogy mit mond valaki neki, és ez beépítette az ő tudásába, ettől aztán lett egy tapasztalata. Na mindegy, és Andival én szeretem, én figyelem az ő karrierjét, hogy meddig jutott el, és szerettem volna segíteni az elején neki, akkor nem volt lehetőségünk, de most neki is jól esik, hogy az Ergóval felléphet. Beszéltünk arról, hogy nem volt közönségetek, de így is átjött egyébként a csikidám életérzés. Mit érzel?
én pontosan azt akartam, hogy ne jöjjön át annyira Csiky Dániel. Tehát direkt nem hoztunk rekvizitumok, nem hoztak pálmafákat, vagy minden ilyen maraságot, ami hozzátartozik az Ergóhoz. Hogyan tudnád valójában megfogalmazni, hogy mi ez, ez a Csiky Dániel életérzés? Ezt már biztos nagyon sokan kérdezték tőled. Hát először is az, hogy mikor megkérdezték, hogy mi a stílusotok, mikor a Hungáriából kiléptem, akkor azt mondtam, hogy nincs stílusunk. És ebben nem voltak elégedettek el a válaszon, és azt mondták, hogy de valamit mondják is, akkor azt mondtam, hogy Csiky Dám, annak van egy magyarázat, hogy miért. A Csiky Dám ilyen nyári valami örömteli, boldog, mindenki szerelmes, pálmafák, tenger nyalogatja, sok jelvény, és életigenlés maximum. És a gidák. Én lehetnék gida, Robi. Olyan régóta megszerettem volna. Állj fel, hagyd nézzel. Jaj, most tényleg. De mutass valamit. Csak ennyire, jó? Jó, köszönöm szépen. Lehetek gida a következő koncerten. Nagyon helyes vagy. Nagyon tudsz szépen. Tudsz énekelni? Félig meddig, azt inkább majd playbackben lenyomjuk. Ide, lemegyünk a hajónak a gyomrába, aztán megvizsgáljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Robi. Persze, hogy lehetsz. Köszönöm szépen. Én köszönöm a riportot.